legenda vagy. Szép estét kívánok mindenkinek, Németh Nyiba Sándor vagyok. Ne felejtjétek, minden szerdán 20 és 21 óra között az Élő Legenda ősködőre című műsort hallhatjátok. Vendégeim lesznek olimpiai, világ és Európa bajnokok, és különféle művészeket, legendás zenészeket is meghívok a műsorba. Szeretettel várlak benneteket, tehát ne felejtjétek, minden szerdán 20 és 21 óra között Élő Legenda. Élő Legenda vagy. Csodálatos szép napot kívánok nektek, elérkezett az este, közben eltelt 2 hét, és továbbra is jól érezzük magunkat. Az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok a következő 1 órában. Vendégem pedig Dömötör Zoltán, olimpiabajnok, Európa-bajnok. Mellette egy másik sportágban, ugye mindezt vízilabdában, persze ez többször, meg sokszoros olimpiai ezüstérmes, olimpiai bronzérmes, majd az Oli felsorolja az eredményeit. De ő még, amiben különleges, hogy ő úszásban is nyerte Európa-bajnokságot, és ezt nagyon kevesen tudják, de ez az a műsor, ahol ezt el kell mondani. Zolikám, először is örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és még leszek, amikor ráér, akkor pedig tulajdonképpen van egy olimpiai klub, aminek az elnöke is, amit tulajdonképpen az Oli összefog. Úgyhogy köszöntelek a stúdióban, a civil rádióban, a 98-as megahertzen. Jó napot kívánok, szervusz, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. És talán úgy kezdeném, hogy a legenda él. Az idő eljárt, de a legenda él. Sajnos, Zolikám, mese nincs. Nem leszünk már többet 20 évesek. Igen, de az idő múlásával nem foglalkozunk, mert az nem igazán kellemes dolog. Inkább a napi teendőkkel kell foglalkozni, meg a jövővel. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy az csak a múltnak a hagyományaira lehet építeni, és hát azt is feltétlenül ápolni kell. Mint ahogy említetted, ugye most hivatalosan én nem dolgozok, nem vagyok állásban, hanem társadalmi munkában a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának az elnöke vagyok, az olimpiai bajnokokat összefogom, programot szervezünk, találkozunk egymással, emlékezünk, és megpróbáljuk segíteni a mai olimpiára készülő versenyzőket a mi tapasztalatainkkal, a beszélgetések folyamán, és hát reméljük, hogy ezek hasznos találkozók és sikeres dolgok lesznek majd ezt a vége. Tanúsíthatom, hogy ez folyamatosan az, hiszen nagyon sokszor részt vettem, és köszönöm is, hogy ott lehettem. Nagyon jó a társaság, meg hát jó érzés belépni egy olyan terembe, ahol mindenki olimpiabajnok. Az azért nem akármi. Igen, hát általában akik el tudnak jönni, eljönnek. Gyakorlatilag azért csak az a helyzet, hogy akik aktív versenyzők még, azok azért nem tudnak, mert edzéseken vesznek részt. Akik már nem versenyzők, de dolgoznak valahol, az is egy nagy fokú nehézséget jelent, abból a szempontból, hogy ezeken a klubnapokon részt vegyenek, de megpróbáljuk azt megcsinálni, hogy ha nem is ezeken a programokon, más időszakban is szoktunk rendezni, összejönni, közösen meglátogatunk különböző sporteseményeket, és hát ezekből az alkalmakból is tudunk találkozni. Zolikám, de olyan nagyot ugrottunk, hogy már egyből olimpiabajnok lettél, de hát azért nem olyan egyszerű volt ez, valamikor ezt el kellett kezdeni. Emlékezzünk vissza, hiszen az már olyan régen volt, hogy mindenki másképp emlékszik, hisz nagyon rég volt. Már mi volt akkor, Zoli, amikor elkezdted ezt az egész vízilabdát? Hát elég régen, 1948-ban kezdtem el az úszást, az újpesti Tungsa Muszodába, az UTÉN-nak a vízilabda úszó szakosztályánál. Dr. Técsei Henrik volt az a személy, aki jó szemével fölfedezte az újpesti úszodába a csellengő és lubickoló tehetségeket, és ő volt az, aki engem is kiemelt, és elvitte azokhoz az edzőkhöz, akikkel később együtt dolgoztam, több pontosabban Gróf Ödönnel, aki a 36-os olimpián bronzérmes 4x200-as váltónak volt a tagja. Zolikám, de
hogy kerültél mondjuk az úszásból a vízilabdára? Az oké, mindegyik vízisport, de hát azért teljesen más a kettő. Hát ugye abban az időben párhuzamosan mentek ezek a dolgok, az úszók vízilabdáztak, a vízilabdázók úsztak, mert a kluboknak a váltó számait, ahol volt 10x50-es gyorsúszás, meg különböző 4x100-as gyorsváltó, azokban a vízilabdázók is részt vettek az egyesület nevében. Nem volt érdekes, hogy vízilabdázó vagy úszó, aki meg tudta úszni. Aki jobb volt az úszásban, az vett részt. Hát én is részt vettem a vízilabdázókkal ilyen váltóba, szerettem a labdát, sokat jártam le az utánpótlás edzésekre, és tulajdonképpen a labdázás amellett egy nagyon jó szórakozás volt a részemre, hogy az úszó válogatottban benn voltam. 1954-ben Torinóba rendezték az Európa-bajnokságot, ahol mint úszó vettem részt, és a 4x200-as váltóval Európa-bajnokságot nyertem. Emellett ugye, ahogy említetted is, olimpiai bajnokságot is nyertem vízilabdába, és rajtam kívül még egy személy van, a Halasi Olivér, aki szintén Európa-bajnokságot nyert úszásba és vízilabdába, olimpiai bajnok lett. Tehát valóban nem egy mindennapi esemény ez, hogy két sportágban ilyen értelemben hát európai szintű versenyző legyen valaki. Gondolom, hogy abban az időben azért más volt a politikai helyzet, mások voltak az anyagi viszonyok, és mivel kaptatok ti többet, hogy sportoltatok? Vagy egyáltalán akkor sem az számított, hogy mit kapunk, hanem egyáltalán a sport szeretete? Hát nem azt mondom, hogy valami sokat kaptunk, akár pénzt, vagy jutalmat, vagy ilyesmit. Elsősorban az volt, hogy volt egy úgynevezett sportállása az embernek, és hát én azok közé tartoztam, akik bejártam a munkahelyemre, mert én közben tanultam is, tehát a közbes villamosmérnök akartam lenni, végül is aztán közgazdász lettem, de tulajdonképpen elvégeztem a általános újpesti Könyveskamán gimnáziumba a középiskolát, ott érettségiztem, utána elvégeztem a kandot, felvételiztem a műszaki egyetemre, és ez a 63-as, 64-es tanévben volt, egy fél évet jártam a gyenge áramú szakra, amikor fölvettek, és hát a nagyon intenzív felkészülés az olimpiára, plusz az egyetemi rajzok, meg matematikai feladatok, amiket napról napra el kellett végezni, azok nagyon megterheltek, és végül is januárban, amikor a fél éves vizsgákat abszolváltam, akkor utána gyakorlatilag kiborultam, elfáradtam, és hát romlott a sportbeli teljesítményem, és akkor mások javaslatára, és én is átgondolva ezt a javaslatot, úgy döntöttem, hogy évhalasztás kérek. Aztán évhalasztás után, olimpia után, amikor folytattam volna a tanulmányaimat a Műszaki Egyetemen, akkor nem oda mentem vissza, hanem különbözetivel átmentem a közgázra, és ott lényegében azt végeztem el. Tehát az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok a 98-as MHz-en a Civil Rádióban, vendégem pedig Dömötör Zoltán, olimpiai bajnok, vízilabdázó, és majd visszatérünk nagyon sok mindenre, de most hallgassunk meg egy zenét, melynek címe Aranycsapat. Négy nagypapa mesél nektek egy legendáról, mi valóság lett, régen volt, tudom. 1896-ban az első meccs a Magyar Honban, 100 néző volt. Az első szakadt, a bokák törtek, így lett vége a mérkőzésnek. Több mint fél évszázad múlva útnak indult egy aranycsapat, régen volt, tudom. Karcs
táncos filmek őrzik a csodát, hogy nyerték meg az olimpiát, igen régen volt. A hétköznapok szürkesége megcsiszolta a nemes fémet. Címeres mezbe bújtak, a reményen túl is álmodtak, nagyon régen volt. A brit győzelmek megszakadtak, mert pályán volt egy haladcsapat, régen volt, tudom. 90 év veretlenség elveszett, az angol büszkeség. Az idő eljárt, de a legenda él, az haladcsapat örökké él. Az idő eljárt, de a legenda él, az haladcsapat örökké él. A magyar nemzet nagy csoda volt. Szellem és a lélek harca, a magyarok történelmet írtak, igaz volt. Az évszázad mérkőzése örök emlék a magyar népnek. A rajtlabdától az aranymedálig nehéz az út az olimpiáig, de megnyerték. Klasszisok ültek az aranykosárban, fürödtek a siker bámorában, szép volt, fiúk. A magyar nép őrzi a csodát, a labdarúgás honfoglalását. Az idő eljárt, de a legenda él, az aranycsapat örökké él. Az idő eljárt, de a legenda él, az aranycsapat örökké él. Grosics, Muzánszki, Lúdán, Lantos, Bozsi, Zakariás, Budai Kettő, Kocsis, Idekudil, Puskás, Cibor. Az idő eljárt, de a legenda él, az aranycsapat örökké él. Az idő eljárt, de a a 98-as megahertzen a Civil Rádióban az Élő Legenda Őskövre című műsort halljátok. Vendégem Dömötör Zoltán, olimpiai bajnok. Zolikám, megkérlek egy nagyon nehéz feladatra téged. Légy olyan kedves, sorold fel az eredményeidet, de ne hibázzál, Zoli, mert utána nézek. Hát legfeljebb csak kifelejtek valamit, többet úgysem mondok. Hát talán a legbüszkébb az olimpiai aranyéremre vagyok, amit 1964-ben
Tokióban nyert meg a magyar vízilabda válogatott, és én voltam az a személy, aki a szovjetek elleni mérkőzésen, amelyet a Szepesi Gyűl olyan lelkesen... Dömötör lőj, igen. És a kezedet felemelve. Igen. Lövőcseleket csináltam, melynek következtében a kapus mellé beálló plusz játékos mind a kettő a lövőcselek hatására lesüllyedtek, ugye először kiemelkedtek, aztán lesüllyedtek, és így aztán volt szerencsém beívelni a labdát, és ebben nyertük meg tulajdonképpen az olimpiai aranyérmet. Néhány másodperc volt hátra, utána még egy nagyot védett az Ambrus a szovjetek támadása alkalmával, és utána már mi megőriztük a labdát, és hát megnyertük az olimpiai aranyérmet. És mivel a több éremmel? Hát 1960-ban és 68-ban 60-ban Rómában, 68-ban meg Mexikóban bronzérmet nyertünk a vízilabda csapattal. Európa-bajnokságokon is részt vettünk. 58-ban mi a budapesti Európa-bajnokság volt, és első nemzetközi erőfelmérésem volt azok után, hogy a úszást elhagytam, és a vízilabdába átmentem, vízilabdázáshoz átmentem. Budapesten volt az Európa-bajnokság, és ott is aranyérmet nyertünk. Szintén nagyszerűen ment a játék, úgy látszik nekem a szovjet döntők azok mindig jót tesznek, mert itt is a szovjetek ellen játszottunk, és 5-3-ra nyertünk, és 3 gólt lőttem, úgyhogy szépen megnyertük ezt a mérkőzést is, és aranyéremmel végeztünk. 62-be Leipzigbe volt, Lipcsébe volt az Európa-bajnokságot, azt is megnyertük, és utána részt vettem másik 66-ba egy másik Európa-bajnokságban, ami sajnos nem kerültünk a dobogóra, úgyhogy az nem is szívügyem ez a dolog. Mint egyetemi hallgató részt vettem Rio de Janeiro, illetve Porto Alegrébe, Brazíliába a főiskolai világbajnokságon, és hát ott is aranyérmet nyertünk. Talán ezeket említeném meg, azon túlmenően, hogy mondjuk úszásba is Európa-bajnokságot nyertem. Zoligám, ezt elég volt elmesélni, úgyhogy megmondom őszintén, azt hittem azt, hogy az egész műsort áttöleli ezek az eredmények felsorolása, de hát ez egy csodálatos dolog, hogy egy ember dolgozik valamiért, és egyszer csak kikerekedik belőle egy olyan életút, ami példaértékű minden fiatal számára, hiszen nem csak zseniális sportoló voltál, hanem az iskolákat is elvégezted, és mellette zseniális edző voltál. Most arra szeretnélek kérni, hogy légy olyan kedves, mondd el, hogy a mostani vízilabda csapatból kik voltak a tanítványaid. Hát amikor abba hagytam az aktív pályafutásomat, akkor egy darabig utánpótlás csapatnál edzősködtem, Algériába edzősködtem, és amikor hazajöttem Algériából, akkor rövidebb, hosszabb időt követően 80-tól a KSI-be kerültem, és ott lettem a KSI vízilabda szakágnak a vezetője. Egy néhány hónap után, amikor megismertem a játékosokat és az edző kollégákat, akkor bélyebben, akkor elmondtam nekik, hogy lenne néhány ötletem, amelyet meg kellene valósítani, bízom benne, hogy sikerülni fog, és jó eredményeket fog hozni. Többek között mi vezettük be a vízilabdába először azt, hogy kislabdával játszottunk, mert edztünk, mert a mérkőzéseken ugye a nagy labdával kellett játszani, a gyerekeknek viszont a gyerekekkel szemben nekünk az volt a célunk, gyerekekkel való foglalkozás keretében az volt a célunk, hogy ők a labda technikát, a dobás technikáját, a labdaátvételnek a technikáját és a különböző labda továbbításoknak a technikáját jól elsajátítsák. A kis kezükhöz mérten a kisebb labdát alkalmaztuk, ami megkönnyítette azt, hogy helyesen sajátítsák el a mozgást, és ne avval foglalkozzanak, hogy a kezük méreténél jóval nagyobb labdát balanszírozzanak,
finanszírozzák, és meg tudják tartani. De még mindig nem mondtad el, hogy kik voltak ezek a nevek, mert azok a leglényegesebbek. Ne szégyed, bátran mondd el. Igen. Tulajdonképpen 2000-es olimpiára ért be az a társaság, amelyikkel egy néhány év után, hogy én oda kerültem a KSI-be, elkezdtem foglalkozni. A 2000-es olimpián a győztes magyar vízilabda csapat 13 játékosa közül 7 KSI-s játékos volt, ami nagyon-nagyon ritkaság számba megy, hogy egy utánpótlás nevelő egyesület egy aranyérmes, olimpiai aranyérmes csapatnak több mint a felét adja ehhez az eredményhez. Hát a neveket említve Benedek Kásás, Benedek Tibor, Kásás Tamás, Varga Zsolt, Székely Bulcsú, a két Steinmetz gyerek, a kisebbik, a fiatalabbik az 2004-ben vett részt az olimpián, csak 2000-ben még nem volt kint, de ő is egy olimpiával később aranyérmes lett. Akkor Vári, hát ugye itt ilyenkor az ember, ha sorolja, akkor lehet, hogy egyet-kettőt kihagy, de senkit nem akarok megsérteni, így aztán elnézést kérek, ha kihagytam valakit. De hát tulajdonképpen a kis Steinmetzzel együtt 8 játékos volt olimpiai bajnok ebben a periódusban. Tehát az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok a 98-as MHz-en a Civil Rádióban. Most hallgassunk meg egy gyönyörű dalt, és jövünk vissza. Yeah.
szép életet kívánok mindenkinek. Az Élő Legenda Őskövre című műsort halljátok a Civil Rádióban a 98-as megahertzen, vendégem pedig Dömötör Zoltán, olimpiabajnok, vízilabdás, aki mellett az olimpiabajnokok klubjának az elnöke, és hát, mint edző is letette a névjegyét, és még egy másik sportágban, az úszásban is nyert Európa-bajnokságot. Zolikám, emlékezzünk egy kicsit vissza a kopott dohos öltözőkre. Hogy néztek ki akkor az úszodák? Milyen volt, és egyáltalán miért akartál te ott maradni? Hát egy nagyszerű hangulata volt. Ugye egyrészt az a körülmény, hogy az ember fiatalabb volt, és elsősorban azon járt az esze, hogy hogy tud minél jobban szórakozni, minél jobban legyőzni a másikat, akármilyen területről is volt szó, mert nem csak vízilabdáztunk az uszodában, hanem fociztunk is, tornáztunk is, birkóztunk is, tehát fogóztunk. Nagyon sok cselekményt, nagyon sok szórakozást találtunk ki ahhoz, hogy jól érezzük magunkat az uszodába, és ez valóban úgy is volt, és ez a társaság, amelyik akkor velem együtt volt, hát mondjuk néhány szemét említve, Újpesten a Magyar Laci, az Ipacs Gyuri, a válogatottba, ugye hát én abban a korban nőttem fel, amikor még a Székely Éva, Novák Ilonka, Novák Éva, Tumpek Gyuri, Nyék Imre, Kádas Géza úszott, és én ezekkel együtt úsztam lényegében. A Nyék Imre meg a Kádas Géza szintén a Európa bajnok 4x200-as váltónak a tagja volt velem együtt, és Till Lacival, aki ugyan nincs itthon, de sajnos a másik két tagja a váltónak eltávozott közülünk már régebben. Tehát nagyon jó hangulata volt az uszodának, és mondhatom, hogy sokkal nagyobb szeretettel voltunk, és sokkal nagyobb elismeréssel voltunk egymással szemben annak idején, mint ahogy most tapasztalja az ember. Egyrészt rohannak ma az emberek, mindenkit elszólít a munkája, a pénzkeresés, a családja, stb., amik nem minden esetben használnak abból a szempontból, hogy jó eredményeket érjenek el. Össze lehet nagyszerűen egyeztetni, nem vitás, de hát ez ma nagy gondot jelent, hogy a megélhetéssel úgy kell foglalkozni, hogy azt napról napra meg kell teremteni a családnak és saját maga részére. Zolikám, ha lehet kérni, akkor egy kicsit beszélj a családodról is. Hát igen, én 57-ben házasodtam, feleségem szintén úszólány volt, Bács Erzsébetnek hívták, és tulajdonképpen hát az 57-es esküvőnk után 1960-ban és 63-ban született egy-egy lányunk, akik ugye természetesen ma már nagy hölgyek, és mind a kettőnél van két unokám. Ők nem követték annyira a sport szeretettükkel a pályájukat, vagy nem kötődtek annyira a sportpályákhoz, mint én, de azért mindegyik valamilyen mozgást végez. Az egyik lány, unokám az röplabdázik, a másik fiú az baseballozik, a harmadik különböző ilyen önvédelmi sportba vesz részt. Tehát mindegyik valamit csinált, a kisebbik lányunokám az meg táncra jár, úgyhogy a mozgásuk megvan, az elfoglaltságuk megvan, de nem olyan mértékben, mint ahogy én csináltam annak idején. Zolikám, mondhatom azt, hogy ahányszor van ez a műsor, mindig elmondom, hogy az élet maga a csoda, örülj hát a létnek, hiszen ez egy olyan csodálatos dolog az élet. Légyen kedves, bölcsen, másfél percbe mondd el, hogy miért szép ez az élet.
Hát az ember alakítja saját magának, az nem vitás. Mindenféleképpen az embernek előre kell nézni, és egy-egy hiba, egy-egy probléma nem jelentheti azt, hogy az egész élet az embernek tönkrement, remélhetőleg senkinek nem történik olyan, csak sokszor az emberek túlméretezik önmaguk szemében azt a problémát, ami felmerül. Én mindig előre tekintettem, sokat tanultam, sok problémám volt, sok helyre kellett figyelnem, de végül is megoldottam az magam szintjén, és boldogan élek, és hála Istennek jól vagyok egész családommal. Hát Zolikám, így kell elképzelni egy embernek az életét. Iskola rendben, család rendben, eredmények rendben, anyagileg rendben vagy, és jól nézel ki, Zolikám. Szép napot, szép életet, örülök, hogy itt voltál. Tehát vendégem volt Dömötör Zoltán, olimpiai bajnok, vízilabdázó, aki egy másik sportágban is nyerte Európa-bajnokságot, ez pedig az úszás volt. Úgyhogy csodálatos életet kívánok nektek is, és maradjatok még velünk, mert lesz egy másik vendég is. Úgyhogy jövünk vissza, de a Zoli kedvéért játszunk, hiszen az egyik családtag foglalkozik küzdősporttal, játszunk neki egy küzdősportos dalt. Lett. Ez egy új szerelem, létedre pecsétettet. Mindened ő lett neked, erről szól most az életed. Az edzőteremben láttad meg, céljaitok közösek. Köztes, páros, méltóság a jeletek. Alázatról ismerhet fel a világ titeket. Győztes, páros, méltóság a jeletek. Alázatról ismerhet fel a világ titeket. Nem láttad, de a szívedbe bezártad. Az álomból valóság lett, a lány végre tiéd lett. Ez egy küzdelem a nagybetűs élettel. Szívedben szeretet, tán így lehet örökre. Győztes, páros, méltóság a jeletek. Alázatról ismerhet fel a világ titeket. Győztes, páros, méltóság a jeletek. Alázatról ismerhet fel a nagy világ titeket. Thank you.
csoda vagy. Szép estét kívánok mindenkinek, német Nyíba Sándor vagyok. Ne felejtjétek, minden szerdán 20 és 21 óra között az Élő Legenda ősklubja című műsort hallhatjátok. Vendégeim lesznek olimpiai, világ és Európa bajnokok, és különféle művészeket, legendás zenészeket is meghívok a műsorba. Szeretettel várlak benneteket, tehát ne felejtjétek, minden szerdán 20 és 21 óra között Élő Legenda. Élő Legenda vagy. Továbbra is szép napot kívánok nektek, az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok a 98-as MHz-en a Civil Rádióban, vendégem pedig Farkas József. Aki, jó napot kívánok! Aki nagyon nehezen, de ide talált, itt van, és mi meg nagyon-nagyon örülünk, és egyáltalán nem vagyunk idegesek, hogy elkéstél, mert hát végül is ez benne van a pakliba, az a lényeg, hogy működik az életed. De kezdjük úgy, hogy alezredes vagy, büntetés végrehajtáson dolgozol, és kulturális igen. programokat szervezel, ahol szerencsére olyan jó helyzetbe kerültünk Növényi Norbert olimpia bajnokkal, hogy meghívtál bennünket, és ott... Igen, egy komoly műsort adtatok nekem, egy és komoly. Hát a költészetedből pont. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál bennünket, mi is jól éreztük magunkat. Akkor folytassuk ott, hogy ugye az UT-ben edző vagy, mellette a kadett válogatottnál is tevékenykedsz, és hát Növényi Norbertet is nap mint nap készíted, most lesz neki ez a bizonyos mérkőzése, és sokat foglalkozol vele, mesél nekem erről az egészről. És hát, hogy tovább lépjünk, tulajdonképpen te író is vagy, és színházi darabokat is írtál, ami nagyon-nagyon nagy dolog, mert hogyha bejön tél ide valaki rád néz, azt, hogy itt a kopasz ember, mindenben gondolkodik, csak pont ebben nem. Na most akkor kezdjük először az ökölhívásnál, és majd megyünk tovább. Honnét indult a pályafutásod, Józsi? Hát a pályafutásom nagyon röviden, általános iskolás voltam, 8-os, amikor úgy éreztem, hogy valami nagyon kemény sportot kéne űzni, hiszen fiú voltam is, és nem voltam egy életerős gyerek, úgy éreztem, hogy van csernevész vagyok a többiek között, ezért szerettem volna megmutatni, hogy vagyok valaki, és hát az ökölhívás mellett döntöttem, de úgy, hogy a társaim mindenki kipróbált, és amikor már mindenki lemorzsolódott, akkor mertem én is elkezdeni az ökölhívást. És szerencsére egy nagyon komoly edző kezel alá kerültem, a Daher József, ez még mezőtúron volt, a mezőtúri MAF színeibe, és hát egy olyan ember volt, aki a személyes példamutatása miatt én úgy éreztem, hogy nekem ezt csinálni kell, ezt a sportot, és azóta is egyfolytában. Tehát ez 74-ben kezdődött, egyfolytában ennél a sportnál maradtam. Hát elsősorban, hogy miért is gondoltam rád, mert természetesen itt elsősorban hatalmas nagy élő legendák járkálnak ki be ebbe a terembe, és hát a Civil Rádió megtisztelő közöttük. Őskövület című műsorában, szóval de időközönként természetesen bekerülnek olyan művészek is, akik tulajdonképpen nálad is találkozott a sport és maga a művészet. Akkor most ugorjunk egy hatalmasat, és egyet, ahogy lettél te író? Hát kicsit az ember mindig úgy érzi, hogy küldetéstudata van, és szerintem ez nem csak rám jellemző, hogy általam az emberekre jellemző, hogy valamilyen küldetéstudattal bírnak, próbálnak mindig valami olyasmit alkotni, ami egyedi, és csak rájuk jellemző. Hát én is próbáltam, a zenét is megpróbáltam, tehát én nekem még volt egy kis középiskolás koromban egy Griff 76 nevezetű együttesünk 76-ba, és de nyilván az embernek nem megy minden, tehát aktív sport mellett nagyon nehéz egyéb dolgokat is művelni olyan szinten, amilyen szeretné is, és gyakorlatilag én az írást, az volt a legegyszerűbb menekülési utam, tehát hogyha a művészetek felé, vagy alkotó művészet felé el szerettem volna menni, akkor az írás az a legkézenfekvőbb, hiszen ott a toll és a papír akár egy vonaton, bárhol. És akinek vénájában van ez, aki késztetés érez rá, az általában ír is, és nagyon sok kisgyerek ír, én is gyerekkoromban kezdtem el írni, még a Rákóczi Ferenc általános iskolában mezőtúron írtam egy kis darabot, egy ilyen paródiás darabot, ami nem tetszett senkinek, és a tanároknak nem tetszett főleg. A diákoknak tetszett, mert jó nagyokat ökörködtünk közben, és elment a kedvem akkor az egész dologtól, de aztán az ember, ezt már elmondtam egyszer-kétszer, hogy szerelmes lesz előbb-utóbb az ember, és akkor a szerelem hozza ezeket a készítéseket, dolgokat. Inkább mondanám úgy, hogy a jó az előbb-utóbb utat tör, és nagyon jó volt ez a gondolat, és elgondolkodható mindannyiunk számára, hogy micsoda felelősség
van a pedagógusok részéről, hogy egy embert hogy meg tudnak törni, hogy meg tudnak alázni, és hogy fel tudnak emelni. És milyen gyakran nyúlnak olyan emberek alá, akik alá nem kell, és milyen gyakran teszik azt, hogy olyan embereket dobnak félre, akiket nem kellene félre dobni, és hát örülök neki, hogy benned volt annyi lélekerő, hogy talprált, és azt mondtad, hogy oké, te ezt így gondoljátok, hogy ez nem jó, én meg ezt másképp gondolom. És összeszedted magad, és akkor most azt szeretném hallani, hogy hol játsszák a műveidet. Hát a műveimet több helyen is játsszák, szerencsére, de a fő hely a Fészek Művész Klub, ahol illetve heti két előadás volt idáig, most egy kicsit szünetelünk, de az a társulat, ahol mi működünk gyakorlatilag, a Fészek Klub, a Fészek Művész Klub fogadott be bennünket, és gyakorlatilag ez a kis színész társulat, ez más, nem csak az én műveimből, hanem más írók műveiből is, és nem csak kortárs írók műveiből színpadra állít darabokat, illetve előad. Szerencsémre én egy táncos nővel, egy táncművésznővel jöttem össze, aki már úgy értve jöttem össze, hogy volt egy kulturális műsor, ahol mi megismerkedtünk, és ő hallotta, konkrétan a börtönünkben hallotta, hogy a rabjaimtól, hogy én verseket is írok, és elkért tőlem egy-két verset. Én odaadtam neki kapásból ilyen 10-15-öt, és nem is gondoltam erre, én úgy gondoltam, hogy átolvassa a verseket, és jót nevet majd rajtam, hogy hát milyen érdekes kis figura ez a Farkas Józsi. És aztán megjelent ez a tánc művésznő, illetve most már színésznő, és megjelent, és azt mondta, hogy egy rendezővel találkozott, aki szívesen színpadra vinné a írásaimat. Meglepődtem, természetesen örültem neki, és azóta működünk és dolgozunk. Józsikám, ez nagy dolog, tehát még egyszer mondom, itt találkozott a zene, a sport, az írói pályát, tehát ez nagyon-nagyon szép dolog. Akkor most hallgassunk meg egy dalt, amely az ökölhívásról szól, Kokorról, akit ugye a Csakon annak idején kiütött, ez a mérkőzés kapcsán íródott ez a dal, hát hallgassuk meg ezt a dalt. Sokáig nem ismertek, szorgalmasan küzdöttél a győztes nemes célokért. Reggelente a győzelem boldog mámora ébresztett. Táncolj, kokó, a füled becseg, ezzel ébredsz és alszol el. Táncolj, kokó, a füled becseg, ezzel ébredsz és alszol el. Feküdtek az ellenfelek, megnyerted, amit lehetett. Egy ország szeretete éltetett. A gong megszólalt, a pofon csattant, megfordult az életed. Volt néhány nehéz menet, de nem értek véget az ünnepek. Táncolj, kokó, a füled lecseng, ezzel ébredsz és alszol el. Táncolj, kokó, a füled lecseng, ezzel ébredsz és alszol el.
Szép estét kívánok nektek, és de szép ez az este, megint csak el kell, hogy mondjam, hiszen Farkas József itt van velem, aki bátran, nagyon nagyot álmodott fiatal korában, majd lenyomták a földre, és azt mondták, hogy ez nem jó, amit ő írt, aztán tovább ment, és ma már a Fészek klubban játsszák a darabjait. De Józsikám, ez rendben van, hogy zene, és stb. Stb. De hogy jön ide a börtön, mint alezredes szerepelsz? Ez hogy lép be ide? Most nehogy azt mondod, hogy le vagy csukva, hanem hogy egyáltalán hogy fér bele ezek a ebbe a kategóriába ez az egész, hogy művészet, és közben meg ott dolgozol. Jól ott is a kulturális részt csinálod, de akkor kapcsoljuk össze, hogy mi szereped van neked ott? De egyébként, hogyha nem a kulturális részem dominálnott a börtönben, akkor is jól érezném magam, hiszen ez nevelő munka. Tehát, és egy nagyon nehéz kihívás az ember előtt. Valamikor, tehát most viccesen fejezem ki magam gyerekkoromban, amikor első pályaválasztási űrlapot ki kellett töltenem, akkor azt mondtam, hogy bohóc lesz, szeretnék lenni bohóc, vagy pedig, ha nem sikerül, akkor nyomozó. Hát ilyen megmutatlan lépés volt ez, de szerintem sok gyerek szeretne ilyen villogni, tehát ez mind villogás, hiszen a filmekből a megréfelőjelő, és akkor az anyja, a kalandja, meg ezek a dolgok, ezek mélyen érintettek bennünket. És végül is 36 évesen kerültem a budapesti fegyházi és börtön állományába, és nagyon nagy dolognak tartottam akkor, hogy befogad engem ez a csapat, és nagyon jól dolgozni, elmondom. Tehát nagyon értékes emberekkel vagy körülvéve, és hát emberekkel kell foglalkozni, ez tényleg egy pedagógia, és nagyon nehéz. Elítéleteket kell visszaterelnünk. Hát igen, most amikor ott voltunk a börtönben, felléptünk, és hogy végignéztem az arcokon, és az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ezek valamikor mindegyik egy nagyon rendes ember volt, és szerintem egy része most is nagyon rendes ember, és nagyon fontos, hogy azok a pedagógusok, azok az emberek, akik kapcsolatban vannak velük, hogy milyen irányba viszik el őket, hogy mennyire próbálják meggyőzni arról őket, vagy mennyire sikeresen tudják meggyőzni arról őket, hogy igenis, ha innét kijöttök, akkor kezdődik újra egy rendes élet, és kellenek olyan hiteles személyek, akiknek hisznek. És én nagyon örültem, hogy mert ott mondtak, hogy mit akarsztok ott verseket mondani, mit? Hát én azt vettem észre, hogy teljesen vevők voltak ezekre a mélyérzésű, elgondolkodtató édesanyáról, édesapáról, elmúlásról szóló versekre, meg hát egyáltalán befogadták, én úgy éreztem. Befogadták, sőt, én az a tapasztalatom, hogy az ember egy hatalmas nagy tragédia után, hogyha éri az életbe ilyen, és sajnos egyre több ilyen tragédiát megéltem én, hiszen már nem vagyok olyan fiatal gyerek, egyre jobban elgondolkodik az ember, és egyre jobban próbál magába szállni, úgy mondjam. Nyilván, hogyha valakinek egy ilyen bűncselekmény terheli a lelkét, és ráadásul még be is csukják érte, ott van ideje elgondolkodni, és nagyon-nagyon sokan ilyen esetekben megváltoznak, teljes mértékben átalakulnak, és szerintem nem igaz az, hogy nincs hatása a börtönöknek, igenis van. Tehát személyes példamutatás van a személyzetről, az állományunk részéről, akkor van hatása is, és nagyon sok pozitív hatása van. Ugye azt mondom, hogy a küzdősportoknak egy jellegzetes egyedi pszichológiája van. Én azt mondom, hogy ha valaki a börtönbe dolgozik, és elítéltekkel foglalkozik, akkor annak is egy nagyon egyedi pszichológiája van. Tehát hogy tudnád ezt röviden összefoglalni, hogy milyennek kell lenni? Mivel tudsz hatással lenni? Vagy hogy kell egyáltalán ezekkel az emberekkel bánni? Hát én alapvetően, mint mondtam, pedagógus vagyok, és kisgyerekekkel voltam valamikor ilyen téren kapcsolatban, mint testnevelő. És nagyon furcsa dolog, bár az elítéltek döntőleg, akik nálam vannak felnőttek, de hogy le kell menni teljesen a gyereki énük, a gyermeki énükig, és hogyha az ember ott már megtalálja, mint egy apai szinten a hangsúlyt, illetve kicsit meg kell ütni a szívüket, ez a lényeg az egészben szerintem, és most hagyd mondjak valamit, ez már a sportolás, az ökölvívás, hiszen az ökölvívásban is nagyon sok gyerek, hátrányos helyzetű gyerek jár hozzám, hát sok kis cigány gyerek, és ezeket a gyereket igenis ütiveri a sors. Egy az, hogy vannak, akik ugye szeretnék őket sporton belül is kiszorítani, de nem lehet,
nagyon sok ügyes cigány gyerek van, roma gyerek, és gyakorlatilag nem is ezt akartam mondani, csak az, hogy ilyen kisgyerek, ha kap egy nagy ütést, egy hatalmas nagy ütést, akkor általában ez a ütés a lelkét is érinti, és mindenféleképpen próbál visszavágni. Megpróbálja, tehát ezek a gyerekek Dafke, így mondják, bosszúból is, csak azért is megmutatom. Sajnos így, hát ez így van az elítéltek között is, tehát hogyha mi Dafke, azért is adjuk nekik, és azért is megmutatjuk nekik, hogy itt egy kemény, rendszeresen szigorú, és gyakorlatilag ma már nincs testi fenyítés, hála jó Istennek, és nem is lehet. De minden jobban elzárjuk őket a külvilágtól, minden jobban nem adunk nekik lehetőséget kultúrára és egyéb dologra, annál jobban azt mondják, hogy Dafke is, hogyha szabadulnak, ez visszaüt. Tehát ezért mondom, hogy a pedagógia a szívhez kell hatni, és engedni őket szabadon. Próbál meg röviden összefoglalni, ha szabad, amennyit szabad ezekről beszélni, mert természetesen olyat nem kérek tőled, amit nem szabad, azt nem mond. Hogy nagyjából hogy néz ki ezeknek a napjuk, mert én nekem úgy igaziból nincsen rálátásom, hogy tulajdonképpen reggel ébresztő hajnal 3-kor, vagy 5-kor, vagy 6-kor, vagy lehet egyáltalán edzeni, vagy lehet tévét nézni, vagy hogy működik ez. Mert azt tudom, hogy ez a kultúra, ez jó volt, hogy végre teltház, az ember oda megy, mondja a verseket, és teltház, ez egy öröm volt nekem, de egyáltalán hogy néz ki? 5 órakor ébresztő, 6-kor, 8-kor, vagy hogy van ez? Hát erről igazán tényleg nem szeretnék beszélni. Igen, nem az, hogy nem szabad, nem szeretnék beszélni, mert szóval egy zárt rendszer valóban, és a kultúra, ez legyen a lényeg. Jó, tehát a kultúra az ott van is, és aki akart, könyvtár van. Tehát napi programok vannak, és bárhová eljut egy elítélt. Tehát hogyha nyilván a maga viseletétől függ, hogy milyen a hozzáállása, és bárhová eljut, akár a általános iskolát elvégezheti, akár a középiskolát. Tehát megvannak a lehetőségek. De erről nem szívesen beszélnék, hogy milyen napi program, meg milyen szinten. Jó, akkor most egy kicsit beszéljünk arról is, hogy Növényi Norbi is lejár hozzád edzésekre, és készültök együtt. Igen, sajnos a kezem azóta fáj. Igen, megütötted nagyon szegény Norbit? Nem én ütöttem meg, hát biztos tudjátok, tehát ez iskolázás, hogy tenyerbőt, és gyakorlatilag csak azért jár hozzám, hogy a tenyeremet szétüsse. És annak idején, amikor a Starbucksra készült, akkor a Leóval együtt ütötték a kezemet állandóan, és én meg úgy döntöttem végül is, hogy többet ilyet nem csinálok. Alig vártam, hogy vége legyen a Starbucksnak, és akkor hát nyilván az volt a Starbuckson is a fő taktik utasításom a Norbinak, hogy a szerencsétlen fazekas megnősse, mert nem akartam ott komoly sérüléseket, mert hatalmasokat üt. És azért is mondtam, mikor volt ez a fővezető, hogy az a nehéz Norbiba, hogy megtanítani kicsit ütni, ez borzasztó nehéz őt. A másik, hogy most azért, ha belegondolsz, egy 26 évvel tulajdonképpen fiatalabb ember ugrik neki. Azért ez nem babazsúr, nem gyerekjáték. Nem. Hogy érzed? Hát hogy érted, hogy a gyereknek nem babajáték? Igen, szerinted kinek lesz ez babazsúr? Hát a küzdősportokban gyakran megfordul az, hogy nyugdíjasok is tudnak. Vigyázz a Norbival, mert ma összeengedlek vele. Nem, én a Norbit nem féltem. Tehát a személyiség az garancia arra, hogy ő győztesként fogja elhagyni a szorítót. Mindegy, hogy hogyan történik ez, akár bármi történhet, ő abból a szorítóból győztesen jön ki. Jól látod, neki lelke van, és a lelke pedig nagyon erős, és nagyon tudatos, és mindig tudja, hogy mit akar, és mit csinál, úgyhogy majd egyszer visszaemlékezünk rá, hogy nyerte meg ezt a mérkőzést Növényi Norbert. Most pedig szép napot, szép életet kívánok nektek. Az Élő Legenda Ősküvőre című műsort hallottátok a 98-as MHz-en a Civil Rádióban. Maradjatok továbbra is a rádióban, hiszen itt mindig jó dolgok történnek. Sziasztok!